Szevasztok, srácok! Nyomjuk tovább a Vice City Stories-t, és most, hogy ránézek Vicnek az arcára, látom a homlokán, hogy ott van a Batman jel, szóval kiderült, hogy ő Batman. Na de, nyomjuk tovább a játékot, és ugye az első rész végén ott hagytuk abba, hogy van küldetése Louise-nak is, illetve Phil-nek is, és arról volt szó, hogy előbb elmegyünk Phil-hez, és az ő küldetéseit fejezzük be, és majd csak utána megyünk Louise-hoz. Meg jó, hogy egy ilyen autót beraktam ide a garázsba. Na nézzük, Phil-nél mi újság van. Tippen nem kéne, akkor megint be van baszva. Állandóan vedem. Ja, ki kéne szállni a kocsiban. A megjelölt ember. Phil, baby, would I screw you over? Te még azt nagyon hiányoztál ide amúgy. I wouldn't. Not to you, not to a brother in arms. Come on, give me a hug. Screw you over. Nah, you'd never screw anyone over, would you? Oh, look who it is. Saint Victor of Vance, the holier-than-thou killer. All these principles you go around shooting people. Téged kéne már lelőni. After I trusted an asshole. You enjoyed it, brother. Admit it. Because you're a maniac, huh? I gave you a life. Go to hell, Martinez. Huh? See, Phil, I saved Vic. And I can save you, too. Huh? What does this scumbag want? He wants me to go over to some warehouse and see if his merchandise is all there. That's all. Hey, it's cool. Go with him, Vicky boy, if you don't trust me. But Phil, you owe me after what you said. You said that was forgotten. If you do this. I'll explain as we drive, Vic. It's time for me to get another drink. Uh-huh. What was that about? You've got to go. No, I got drunk and told Martinez I didn't trust him no more. I said he was an asshole. He is an asshole. No, I am. 'Cause now he won't put any work my way until I do trust him. Let's get De Martinezben nem lehet megbízni. Próbáljuk meg nem összetörni a teherautót, jó? Hát az nem az ére szortom. Drive easy, Vic. The last of my boom shines in the back of the truck. I'm through with that demon drink. Hallelujah! It's a sober life for me, bud. Sober. S-O-B-E-R. Most egyébként oda megyünk a... az anyádat. Tehát most... odahoz a... mi volt az a Vice City-ben? Ilyen bontó telep, vagy én nem is tudom, hogy mi volt. Most oda megyünk, ahol majd Phil le fogja robbantani a kezét a Vice City-ben. Nem. Már látom a térképen, hogy nem oda megyünk, pedig az is itt van. Az ott kell bemenni balra. Mi meg ide jövünk. Ó, már ott van hátunk mögött az autó, itt van három fószer. Jó, az csapda. Yeah, Martinez said bye-bye. Hot damn! Play fair, fellas. What about the damn Geneva Convention? Anyád felültetett minket. Sure, I'll take you on, buddy. Come here. One of their ships is off on my deck. Ezért mondta a köcsög Martinez, hogyha nem bízik meg bennünk, vagy nem bízunk meg benne, akkor... hát... menjünk vele mi is. Így legalább két legyet csak egy csapásra. Értitek? For fuck's sake, Phil, do something! Hey, my boom's shot! This round's on daddy, assholes! Jézusom, mi van itt? Takarodjatok már!
Nyírd ki őket! Azt a rohadt életbe! Hey Phil! Jönnek még! Dobáld meg őket, légy szíves! Szóval Martin ez ezért mondta Vicnek, hogy hát, hogyha annyira nem bíztok bennem, akkor kísérd el. Persze, mert így nem csak Phil tudta volna elintézni, hanem minket is. Két legyet egy csapásra, ugyebár. Mind a ketten pup voltunk a hátán. Rohadt anyját, fú. De meg fogom ölni valamikor. Ő is púp a hátamon. Na jó, ezt legalább túléltük nagy nehezen. I think we've both outgrown our usefulness to Martinez. Sure he wants us dead? Shitting asshole, I'm gonna lay low for a while. I reckon you should too. Screw that! I ain't hiding from that piece of shit. Remember, discretion's the better part of valor. Good luck, soldier. Martineztől jött egy üzi. Te és Phil, rajta vagytok. A szarlistámon. Jobbat teszitek, elhagyjátok a várost, amint tudjátok. Ez egyébként el lehetne menni valami felsőbb hatalomhoz, akár rendőrségre, akik majd továbbadják az ügyet akárkinek, nem? Hogy itt most van egy írásos bizonyíték arra, hogy minket életveszélyesen megfenyegetett. Ráadásul ugye a katonaságnak, vagy a seregnek a feje. Jó, nyilván ez nem az a játék, amiben ez a dolog ez játszik, de na. Na jó, menj már innen. Luis. Hey, Luis. Hey, Vic. How are you? Well, egész jól, most akart megöletni a... Alright. Hey there. Martinez. You deserve good things, honey. Nagyon jól vagyunk, tényleg. Better than this shit. Hey, come on. What's wrong? Nothing. Semmi, persze. Everything. Minden, na, így már mindjárt világos. It's bullshit. Mindjárt más a helyzet. I mean, I'm a fucking mess. Didn't finish high school. Nem fejezte be a sulit. Got a kid by a goddamn prick. Aha. Living on my sister's couch. Van gyereke. A testvérének a kanapéján él. No hope. Nincs remény. Come on, you're just going through a bad time right now. Fasz a életedben, nem irigyellek. Show me a way out. Just show me a fucking way out. Teljesen reménytelennek látja a helyzetét, szerencsétlen. I don't know. Look at it this way. I've been kicked out of the military. Now I'm working with jerks, robbing people, all to pay for my brother's medical bills. Ez sem hangzik sokkal jobban. Kirúgtak a seregből, most seggfejeknek dolgozok. Katonából így lett egyébként ilyen alvilági muksó. What a pair. Ja. Pathetic, huh? Worse than pathetic. Hey, you wanna go out? Maybe? Get some fresh air? Have some fun? Sure. Sounds good. Say, Phil said there was a quad bike race at the trailer park. Oh, there you go. Megyünk kvadozni. Hey, great. Quad bikes and moonshine. Let's go. És hol a gyerek? Will the baby be okay back at your sister's? Sure, she'll be just fine. Á, tesójánál hagyta, oké. Tesója, vigyázz rá addig. Elég gyorsan megkaptam a választ a kérdésemre. Szóval a trailer parkba kell menni, akkor be tudunk menni, nem?
itt. Aha. Good luck, Vic. You'll need it. Ah. Nem kell nekem szerencse. Tessék. Már nyertem is. Hát az gyönyörű volt, ilyet ne csináljunk már még egyet. De a másik paraszt is elesett. Jó, akkor egy picit óvatosabban kell az ugratós részeknél. Jó, és akkor van még egy kör. Tehát a veszélyes rész az... Igen, az pont erre van. Szállj már fel. Ó, de ezzel kihagytam egy checkpointot, nem már. Második hely! Hagytam nyerni a csajt, amúgy. Nyertünk. A többiek jól lemaradtak. That was great. I had the best time. Glad to hear it, Louise. Look, I'm a little worried about your baby. Oh, Mary Beth? She'll be fine, but maybe I better get back. Wait up. I'll take you. That's okay. Will you call on me sometime, Vic Vance? Miért nem akart, hogy hazavigyem? Sunshine Autos, ne lehet venni valamit. Tippen nem kéne, akkor lehet venni most már egy quadot. De én nem akarok quadra költeni. Hold back, soldier! Hé! Hey. Bátya, add már ide azt a mocit. Adok egy quadot helyette. Ne arra ülj, Vic. Ott a quad, vidd el, bátya. Az, hogy mindig sírva fogad minket. Hey. Ja, mert szar az élete. Stop that. Sorry. It's nothing. I'm just tired. Ja. Doesn't look like nothing. What's wrong? I left some of her things back at Marty's. Everything I do is wrong. I can't even run away right. Look, it's not such a big deal. We'll just head over to Marty's and go get him. What about Marty? Well, what about him? Thanks, Vic. You're something else. No, trailer park. Shit to do today.
Hé, hey, Sekve, itthon vagy? Beszélgessünk már egy picit. Oh. I don't like the look of these guys. A csicskásaival jön. És ezek voltak ott a quad versenyen. So your ugly bitch ass faces. If Marty heard you talking to me like that... Marty? Marty said the next time he saw you, he'd turn you out. Back off, white trash. White trash? You wanna do this, bitch boy? I'll shut you like a... Jajaj. I got kicked out of the army. Na, akartok még valamit? Gyere, bátya. You should act real cool. Júj! Ez a csajszi volt. You fitting to die, boy? This is it, my friend. You want a scrap, huh? Azt a rohadt. Come on, amigo. Melyik név van pisztoly? I could put a bullet in you. Be calm. I'll get my baby's things. Na, hozd ki a gyereknek a cuccait, aztán húzzunk innen nagyon gyorsan. I will. I just found Marty's wallet inside. I'm going shopping. That asshole owes me. Aha, szóval megtalálta bent Martinnak a pénztárcáját, és akkor majd abból vesz új dolgokat a babának. Szóval egyből mondta, hogy ah, megyek vásárolni. Marty ain't gonna be too happy when he finds out you ripped him off. Like I give a shit! És egyébként már itt mikor kell elintézni? Vagy legalábbis elbeszélgetni a fejével, hogy egy seggfej is jobban is bánhatna az asszonyával, meg a gyerekével. Nem csipázom egyébként az ilyen embereket. Vic Vance? I never knew I could have such a good time. A great time? Oh yeah, we had a riot. And you were great! Well, I better get on inside. See you later. Később találkozunk. Miért van az a sanda gyanúm, hogy az a később, az kb. Fél perc múlva lesz. Csipogó. Louis-tól jött a üzenet. Már írta egyébként, hogy amint tudok, jöjjek, mert probléma van Martival. Szia. Hol van Louis? Where's Louis? What? He took her. That animal, he took her. He's gonna do something wicked to her. Wait, who took her and who are you? Mary Jo, her sister. Who are you? Vic, a friend. Oh, it's nice to meet you. Ne kellesdik magam. Magad. Úristen, beszél, nem tudok. Monster Marty, he said he's gonna turn her out. Jesus. Oké, Marty elvitt a Csajszit is, meg a gyereket is. Louisnak a testvére be van picit pánikolva. Jó, mennünk kell a trailer parkba. Ez a seggfej elvitte Louis-t. Úgyhogy most Louis-t kell kiszabadítanom. Marty, the seggfej. I ain't gonna be your whore, Marty! You've been whoring yourself on that Vic, don't you deny it! Well, if you're gonna act like a whore, you're gonna be one! Get in that truck! Shit! Vic, help! Ó, micsoda akciójelenet volt ez. You looking for trouble, Vince? Milyen Vince? Vic. Don't freak out! Hello, me. Dang it, shit my brain.
Na, bátya. Mennyire törjem ezt az autót, hogy kiszálljál belőle, te szarházi. Uha. Jöttek a haverjai. Rendőrt egyébként meg pont nem izgatja, hogy lőnek minket. Én azért most csinálnék egy mentést. Francba. Valahogy meg kéne állítani. Gyere csak ki. Azt a rohadt. Az anyádat. I can't believe you killed him. Muszáj volt. How am I gonna look after my baby now? You what? Marty was an asshole. He treated you worse than shit. Elmaradva, Chajci. I'm sorry. I just... Hey, look. Marty's kin are gonna be coming for you now. We better get you someplace safe. Na, valami biztonságos helyre kell vinni. És még egyébként még szokom vett, hogy kinyírtam a palit. I just want to make sure you're safe, that's all. Igazi seggfej volt, és ráadásul önvédelem is volt egyben. Önvédelem volt, hát meg akar törni. I'm gonna be better off without Marty, you know? Are we? It's just everything's changing so fast. Everything's gonna be fine. Ennyi, minden rendben. You're okay, Vic Vance. Idehoztam, hogy aztán elmehessen innen. És ráadásul ez az én otthonom lesz, nem is az övé. Kaptunk új ruhát, nézzük már meg. Meg ha már itt vagyunk, majd életet is tölteni kéne. Na szóval, milyen ruhát kaptunk? Jó lesz. Adjál életet. Mehetünk vissza Louishoz. Bocs, haver, szükségem van a járművedre. Semmi személyes, jó? Fú, mennyi oszlop van még itt? Na. Nem erre kellett volna jönni. Kéne egyébként valahonnan egy golyó áll mellénk. Egyébként itt van valahol. Louise.
I've been thinking over what you said about me and the baby being better off without Marty, and I've got a plan. Why don't you take over Marty's business? I'm no gang boss. No, but you could be. Come on, we both need the cash, honey. Vegyük át Martinak az üzletét. First, we need to get some guys together. Beülnél. Azt mondta csaj, mi lenne, hogyha átvennénk Mártinak az üzletét, mert mind a kettőnek szüksége van a pénzre, ez igaz. De Márti az, jó, mondjuk GTA-ról van szó. Hogy nem épp tisztességes úton jutunk pénzhez. Hát na, mindjárt majd megvisel a dolog. Na, nyomom. Hey, Deadman. Payday's this way. I'm the man for the job. Payday's this way. Gyere, te is. Csak ez olyan autó is kell, amiben be tudunk ülni többen. Ez annyira San Andreas-os egyébként, hogy magunkkal kell vinni bandatagokat, úgymond. Ugyanúgy is kell felbérelni őket, meg minden. Na, itt van Martinnak az irodája. Gondolom, nem beszélgetni jöttünk. Hát nem. Hát ez kösz! Szépen itt hagytál minket. Come on, guys. This ain't shit, man. This shit is on. Vic, calm down, man. What the fuck, Vic? It's over. This ain't happening, man. You takarodjál már innen az ütőddel. You have every right to shit yourself. Vic, calm down. Takarodj már, mondtam. Na, elkezdem lőni, azt egyből elkezdett futni. Barom. Ha már itt hagyták nekem ezt az autót. Bocs. Egyébként hova megyünk? Oda. Jó. Ne őt már! Fú, target! Adjál töltényt! Na, menjünk be! Csak a lom. Oh yeah, it's loaded. I ain't got no scratch. És akkor most vesszük át a bizniszt. Arra emlékszem egyébként, hogy lehetett ingatlanokat venni a Stories-ban. Csak már arra nem emlékszem, hogy hogyan működtek. The whole damn caboodle's yours. Yeah, but I don't know how to run this kind of thing. Marty could do it and he was nearly inbred. You'll pick it up. You're amazing. You can do anything. Hey boss, this a full-time position? Yeah. Yeah, it is. Everything's gonna be just fine. Hey, spoiler, watch the threads. No, megkapjuk a
oktatást a bizniszekről. Igen. Jó, ez megvan. Aha. És vannak a bizniszhez tartozó küldetések. És bent több banda tag is van. Uh-huh. Aha. És nála tudunk küldetést indítani. Aha. Jó. Minden nap 4 kor fizet. Jó. 1500? Hát mondjuk nem is olyan rossz. Én azért csinálok egy mentést. Azt mondja, hogy van egy látogatód, és a reptéren vár téged. Legyen szép napod. Hát akkor menjünk a reptérre. Ah, és akkor most a térképen megjelent egy csomó ingatlan, amit meg lehet vásárolni. Persze, hogy pont egy rendőrnek kellett onnan jönnie, mi másnak. $900. Aha. Jó. Hát az a baj, hogy erre pont emlékszem, hogy itt ki lesz a látogatónk. Lance, Vance, Dance. Hello! Ajaj, hogy nézel ki? Hey, bro! Lance! Hey! What are you doing here? You don't sound so pleased! I'm not so pleased. Thanks, bro! Who was you expecting? What a greeting, man! Not you! Someone useful. So what am I? A handicap, huh? Your dumbass, low life, no good brother? Something like that. Yeah, well... I'm not the one who got kicked out of the army. No, you're the asshole who got kicked out of the Boy Scouts. Oh, come on, man. I come all this way to see you and you treat me like I got herpes. Maybe that's because your whole life you've gotten us into trouble. Oh, give me a break, man. I've changed. Okay, I'll give you a chance. One chance. Oh, yeah, yeah. Hey, come here, man. You won't regret it, baby. I love you, man. And love can change the world. But Vic. What? I have got herpes. Get off. Anyád. Man. Get in the damn car. I'm just kidding. Csak viccet, jó. Estoy hasta la madre. All the cholos have been looking for you, Mr. Big Shot. What do you want with me? I'm not talking to you. I'm talking to him. You kill plenty cholos, now we kill you plenty. Jaj, jöttetek bosszút állni, mert megöltem pár embert. A welcome party. Come on, move it. Oh, wait, where in the hell am I going, man? Hát most csatlakoznak hozzá egy jó páran. Most tehát akarsz ugratni, hülye vagy? Ezzel a tempóval tudod, mikor tudtunk volna itt átugratni amúgy. I'm just too pretty to die. Woo!
már megint ezt a San Andreas. Mondjuk azokat a fegyvereket én felvenném. Jó érzékeny egyébként a stick. Szemből. One more Lance Van chance! Lance, you prick! Remélem kibírja az autó. You're nem. Never driving again. Soha nem vezethetsz újra. You put me off. You always treat me like a kid. Your life is about to expire. Sure it's a gun. Still here? Kell ennek a fegyverek. Kiss your ass goodbye. I'd appreciate a ride to my hotel. Jó, menjünk el a hotelhez. De jó, hoztak nekünk autót. You're going to jail. De hogy megyünk a börtönbe, nem tudom miről beszélsz. Jó. Ott megállt a rendőr, elfelejtett minket. Gyere, Lance. Itt vár minket egy autó. Oh, no, you don't. Oh. De ezek zárva vannak. Jó, akkor elviszük ezt az autót. Gyere, Lance. Szállj be. Rendőrökkel meg ne is foglalkozzunk. Nem szép, csak betette a lábát a városba, és már is bajba kerültünk. Jó, mondjuk ez most az én saram volt kivételesen, mert pár ilyen csóló bandatagot én intéztem el még a játék legelején. De most azért akartak minket elintézni. Mindegy, hát most igazából még többet a föld alá küldtünk. Maguknak keresték a bajt, na. Én csak megvédtem magam. Önvédelem volt. Na. Impressive! This place ain't cheap. I wouldn't know. I told them to bill you. Umberto, see ya. Umberto azt mondja, hogy beszélnünk kell. Nézzük már meg. Bocs. Ó, ez mondjuk pont kell. Aztán most kijönnek a bandatagok.
Ez rossz ötlet volt. Nagyon sokan jöttek ki. Még itt is láttam fegybe. Jó, eltűnt. Na menjünk be. Yep, your life is done. Na, kicsit vandálkodunk. Mondom, kicsit vandálkodunk. Ezt is tört szét. Mondom, azt tört szét. Úgy. 1000 pénz! És akkor ezeket majd még fel lehet újítani, nem? Ja. Mennyiért tudom megvásárolni? Ezt nem írja. Protection. Ronshard. Prosti. Ezek még nem elérhetők. Jó, akkor legyen mondjuk ilyen pénzes. De hol írja, hogy mennyibe kerül? Ja. Van a kicsi 2000-ért. Úristen. Legyen először egy kicsi. 2000-ért, megnézzük. De nem, nem kell egyből nagyba utazni. Hol megyek be? Vagy ez még idő még itt felépül? Az még lehet, hogy idő még felépül, azt jelzi az ikon, a radaron. Anyát! Hey, dead man, what's up? Köszönöm, hogy hoztál autót. Jó, először szerintem menjünk el Luishoz, és majd csak utána Umbertohoz, de előtte lehet, hogy el kéne menni haza. Csinálni egy normális, rendes mentést is, meg feltölteni az életünket. Úgyhogy előbb menjünk inkább oda. Rendes mentés is. Így ne. Már legalább kivilágosodik. Na, Louise. It's me! Vic! Thank God you're here. I just heard your cat house is going up in flames. Are the girls okay? Did Marty's inbred family do this? I'll be right down. Did you call the fire department? Don't worry. I know where we can get a fire truck. Tök mit csinálsz? De eleve másik autóba ült be a szerencsétlen. Gyere már! Ez hülye!
Most ez elment egy csomó idő. Na, ülj már be. Bocs, de szükségem van az autóra. Hát, kösz, Louise. Did you call the fire department? Persze. Olsd el minél előbb. Gyerünk. Olsd már el. Na végre. Végülis csak 10-szer kellett elindítanom ezt a küldetést. That's Marty's cousin. He did it, Vic. Get him. Bastard's got six toes. Őt megölhettem? Vagy ő is meg fog viselni, hogyha meghal. This shit is over. Meghalt. Köszi. Menjünk vissza Louise-hoz. Nézzük. Vic, Welfare said I was a bad mother. Their man said he was gonna take Mary Beth off me unless I put out for him. But I'll show him. I've got a couple of guys to take care of him. What? Killing him is gonna make things worse. When's this happening? Well, kinda right now. Did I do wrong? How was I to know better? Hallod, ez az én autóm, hova viszed? Egyedül megyek, jó. Legalábbis Louise nem láttam sehol, hogy jönne velem. Csávukám meg el akarta vinni az autómat, normális. Bye.
Nem én voltam. Most menjek, visszajöjjem meg őket. Vagy kísérjem tovább. Inkább kísérem, az a biztos. Azok gyalogosan úgyse fognak minket utolérni. De mit kacsázol össze-vissza, haló? Össze-vissza megy. Szerintem meg kéne ölnöm azt a két embert, aki kiszállt a kocsiból. Rábi szerintem. Megfordul. Jó, meg kell ölni őket. Vigyázz magadra, mindjárt jövök. És azt ott hogy ölöm meg? Bátya. Így. File that in your report. Leave Louise Williams alone, pal, or you and I are gonna become close friends. This train stops here. Rohadt target. Gyere csak, hagyj kapjalak el. Bá. Meg akartad köszönteni. Jó. Smile, you're on my death list. Puti, mert ezek kijönnek, sokan lesz. Akkor még be kell menni, mi lenne, a sörétessel mennék be. Emeletre kell felmenni.
It's okay. Legend life turns me on. Na, rólatok akkor ennyit. Tört szét, de azt tört szét, úgy. Azt is. Meg ezt is. De ne a testet akard, mert széttör. Már nincsen benne épp csont. Azt tört szét. Azt tört már szét. Na végre. 1500, yeah! Jó, és akkor ezt meg tudnám vásárolni. Nézzük, ebből mi legyen. Protection, legyen pénz. És ebből legyen mondjuk ilyen nagyobb. Így. Jó. A mondó vagyok. Ennek az autónak menjünk neki. Meg annak a fának. Forgolódjunk, mint gólyakos a levegőben. Így. És menjünk el haza. Mentsük el a játékot. Töltsük fel az életünket. Utána nézzünk rá egy ilyen küldetésre, ilyen ingatlanosra. Valahol van garázs, van. Csináljunk már annyi mentés, hogy legyen délután 4 óra. Azt mondja 11, és van 5700 pénzem. 5700. Érdekes. Nem úgy volt, hogy 4-kor van fizu. Na mindegy. Aha, de. Innen jött egyszer 1800. És annyi. Érdemes lesz egyébként ezzel foglalkozni, mert passzív pénzszerzés. Jó, hol van? Ez. Jöjjünk el ide. Nézzük meg közepest, hogy milyen küldetések vannak rá. Ezt vettük az előbb. Illetve nem, ez nem az. Akkor melyiket vettük meg az előbb? Ezt. Aha. Ez prostis. Nekem ez kell, ez a pénz, és nem prostizni akarok most. Pénzes küldetésekre vagyok kíváncsi. Na. És akkor arról volt szó, hogy itt lehet valahol küldetéseket indítani. Itt például
át lehet alakítani a bizniszt, vagy fejleszteni, hogy még nagyobb legyen, jó. És ugye arról volt szó, hogy itt van valahol csávó, akivel ha beszélek. Yes, it's death time. Akkor elindulnak a küldetések, menjél ki. Freeze, Pinhead! Te gyere velem. Meg te is. Gyertek. Elvileg elhívtam őket. Köszi. Kár, hogy kilőttem a kerekét. Ezért kaptunk 200-at. És akkor most egy motort kell kapni. Mondom, ezek majd egyre nehezebbek és nehezebbek lesznek. Futás van. Most egész könnyű volt. 150. Igen. Na, így. Na, és akkor kapunk egy rakat pénzt. ...4200, já! Nagyon jó. Jó, tehát ez így fog működni. Nem mondanám nehéznek, viszont rohadt unalmas. Tényleg rohadt unalmas. Most konkrétan vagy fél órán keresztül már se csináltam, csak furgon meg motort loptam. Jó, hát nyilván ennek köszönhetően egyébként passzív pénzszerzés az növekszik. A bizniszem azért javul. Csak na, de ne legyen már ennyire unalmas valami. Jó, mentsük el. Igen. Akarok csinálni gyorsan még egy mentést. Már csak azért, hogy közel délután 4 óra legyen a játékban. Kíváncsi, hogy mennyi lóvét fogunk most kapni. Hogy azt még megvárjuk.
No. Nem is keveset, ahogy látom. Megint 4200. És gondolom... Anyád. Ezek így összeadódnak. Tehát jön innen is, meg mindegyik ilyen bizniszből egyszerre kapom meg a pénzt. Figyelj, most 24 óránként, most per pillanat 4200 pénz, azért ez nem olyan rossz. És akkor ez még csak több és több lesz. Hát most konkrétan alig csináltam valamit, és megdupláztam az eddigi vagyonomat. Úgyhogy ez jó buli lesz így. Na, viszont srácok, én ma már nem szeretnék tovább menni, úgyhogy innen fogjuk majd folytatni legközelebb. Megyünk, hát most vagy Umbertóhoz, vagy pedig Lenzhez. Bocsi, hogyha ezt hallottátok, megroppant az összes ujjam. Úgyhogy majd innen fogjuk folytatni. Na, vagy Umbertóval, vagy Lenzzel. Na, mindesetre köszépen mára a figyelmet, szevasztok!